Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, folytatjuk a programozást, és a mai alkalommal elkezdjük megírni a vektor adatszerkezetet. Legalábbis az alapjait elkezdjük megnézegetni. Ez a mai menü. Nézzük is meg a vektort. Nulláról kezdjük el, és majd látni fogjátok, hogy hasonlóan, mint a számológépet, ahogy csináltuk, szépen az alapokról építkezünk, és lépegetünk előre. Itt talán egy kicsit kevesebb zsákutca lesz, mint a számológép esetében volt. Hát azért lesz itt is, egy-kettő, de inkább csak ilyen technikai dolgok. Alapvetően rögtön meg is adom rá a megoldást, meg a választ. Itt ez azért nem a klasszikus értelembe vett programírás, mint mondjuk ugye a számológép volt, hanem ez inkább ilyen technológia, meg programozási eszközök, programozási paradigmáknak úgymond a realizálása, illetve prezentálása. Szóval picit gördülékenyebb lesz a dolog, reményeim szerint legalábbis. Kezdjük el, és akkor nézzünk is rá, hogy hogyan is kellene ezt így megközelítenünk, hát megint legyen ez a 0.0.1-es verzió, és hát a szokásos include-ot azt mindig tegyük be, tehát ne felejtsük el. Jó, és akkor hát első lépésben ugye próbáljunk egy olyat, hogy példányosítani szeretnénk ezt a vektort. Legyen MyVector a neve. Jó, tehát hogy ne keverjük a Standard Library-s vektort, meg ilyesmi. Ez legyen MyVector, tehát azzal is utalva, hogy ezt mi írjuk. Jó, legyen a neve V, amit példányosítani akarunk, és mondjuk csináljunk egy olyat, hogy először csak csináljunk egy olyan vektort, amiből tudunk csinálni egy olyat, amiben 10 elemet tudunk tenni. Jó. És kezdetben csináljuk már csak úgy, hogy csak double-ökre működjön. Jó. A végén meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy mindenféle típusra működjön. Most egyelőre működjön csak double-ökre. Jó. És akkor kezdjük el írni ezt a MyVector-t. Meglepő módon egy osztályba fogjuk ezt reprezentálni. És hát nyilván a tanultak fényében ugye egyrészt legyen egy ilyen kis változónk, amiben a aktuális méretet tudjuk tárolni, illetve legyen egy memória területünk a szabadtárba, tehát a free store-ba. Jó? Ugyanis a free store-ba fogjuk majd tárolni az elemeket, mert ott tudunk majd rugalmasan úgymond hozzáférni, illetve rugalmasan tudjuk majd változtatni a vektorunk méretét. Jó? És ugye ahogy tanultuk, hogyha a free store-ba foglalunk memóriát, akkor azt egy pointeren keresztül tudjuk elérni. Hát ez most legyen egy double pointer, és legyen ennek a pointernek a neve elem. Jó? Ez tényleg csak azért fontos itt most nekünk, hogy ez lesz az a pointer, amin keresztül el tudjuk érni azt a memória területet, ahol a vektorunk helyet foglal, pontosabban ahol az elemeink helyet foglalnak, inkább úgy fogalmaznék. Jó, és akkor ez a két dolog lesz egyelőre, így kezdetben, úgymond a rejtett adattagja az osztályunknak, tehát ez a privát rész, ezt ide külön ki is írhatnám, nem kellene, mert ugye tanultuk, hogy ez ide nem kell, de csak hogy lássátok, hogy ez két privát rész, tehát ezt kívülről nem tudjuk elérni, csak majd tagfüggvényeken keresztül. Jó, és akkor nézzük meg az interfészét ennek a vektornak. Hát egyelőre nagyon egyszerű lesz, mert legyen egy konstruktora, ami egyelőre így egy paraméter lesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy átadunk neki egy egész számot, hogy hány elemű legyen ez a vektor. Jó, hát egyelőre tényleg csak ennyit szeretnénk. Jó, és akkor ezt az elemszámot át kéne adni ugye tehát nyilván átmásoljuk az aktuális méretbe, tehát ez eddig világos, illetve itt akkor adjunk értéket úgymond ennek az elem
nevű pointernek, és nagyon egyszerűen csak annyit csináljunk, hogy itt foglaljunk neki memóriát. Jó? És akkor egy ilyen tíz elemű, bocsánat, s elemű double tömnek hozzunk létre memória területet, foglaljunk memóriát s darab double-nek. Jó. Viszont én itt azt javaslom, nyilván alapvetően elég lenne igazából ennyi is, de annyit csináljunk már meg még, hogy nullázzuk már ki ezt a memória területet. Jó? Tehát ezt mindenképp állítsuk nullára, hiszen inicializáljuk a vektorunk elemeit, és tényleg itt nagyon egyszerűen tényleg csak ennyit fogunk csinálni, hogy szépen végigmegyünk minden elemen, és hát csak hogy helyes legyen, végigmegyünk szépen minden elemen, és egész egyszerűen csak nullára állítjuk. Jó? Tehát tényleg ez egész egyszerűen annyi, hogy amit itt memóriaterületet lefoglalunk, azt kinullázzuk. Jó. Ez az egyik. A másik pedig, ami még egy jó hasznos függvény lenne, hogy le tudjuk kérdezni a vektorunk méretét, tehát hogy éppen aktuálisan hány elem van benne. Hát ugye ezt beszéltük, hogy ez egy sima getter függvény. Sima getter függvény, semmi különös. Jó. Hát, így nagyon egyszerűen, nagyon röviden, és próbáljuk is ki ezt az első verziót, hogy működik-e. Ez mindig lemarad. Osztálydefiníció után kell a pontos vesző. Jó, hát ki nem ír semmit, esetleg annyit teszteljünk már, hogy kérjük le a méretét, hogy ez működik-e. Jó, hát egyelőre jól működik. Na. Fú, hát, tudod, ez vidám, csak itt. Hát alapvetően nem nagyon gondolok semmit. Mármint, hogy. Hát tesszük, amit kell. Első körbe. Na most több időm nem lesz, nem emiatt. Más miatt, sőt, kevesebb időm van, mint eddig volt, bizonyos dolgok miatt, úgyhogy hát örülök, hogyha a kötelességemet tudom teljesíteni, nemhogy még Among Us streameljek, vagy ilyesmit. Eljön majd az idő, amikor fogunk, ígérem, ezt itt most mondom, de ez nem mostanában lesz. Most nagyon, nagyon tele van a. Hát, na minden tele van. Jó. De az, hogy mit gondolok az intézkedésekről, hát én vagyok a legkisebb gond, vagy hát legkisebb, aki bármit is gondolnia kellene erről. Tesszük, amit kell. Tesszük, amit kell. Jó, rendben van. Na, úgyhogy egy első nekifutásra hidratálok, teljes keksz kéri. Köszi, Viden, köszi. Ha esetleg kérdés van, dobjuk be, illetve ha esetleg, hogyha látunk valami problémát. Na, látja valaki a problémát? Tudom, este van. Első sor. Ó, tökéletes.
Azaz, igen. Már boly, ne szaladj előre. De igen. Az lesz az, jaja. Nagyon jó, nagyon örülök, hogy észrevettétek néhányan. Hát, többiek is, hogyha kicsit időt adtam volna, lehet, hogy észrevették volna. De akkor megmutatom. Megmutatom. Hogy ugye valami nincs rendben. Ugye, mint mondtunk, ugye, hogy ha a FreeStore-ba foglalunk memóriát, ugye ezt föl kell szabadítani, de nézzünk is rá. Hát ugye egy Wargrind-dal lecsekkeljük, és itt rögtön vannak problémák, rögtön látjuk. Úgyhogy ezt a problémát bizony kezelnünk kell. Na most, ugye alapvetően az, hogy FreeStore-ba foglalunk memóriát, az egy teljesen rendben lévő dolog, ugyanis ennek a memóriának itt úgymond túl kéne élnie a konstruktornak a hatókörét, tehát ezt majd valahol használni fogjuk, hát most még nem, de majd mindjárt fejlesztjük tovább a vektorunkat, és valahol majd használnunk kellene ezt a memória területet. Úgyhogy valamit tennünk kell, hogy ez fel is szabaduljon majd. Na most egy ilyen alap, úgymond programozási dolog, hogy ha valamilyen erőforrásokat használunk, most az teljesen mindegy, hogy memória, vagy fájlok, vagy valamilyen hálózati kommunikáció, vagy bármi egyéb ilyen erőforrás, akkor azt úgy szoktuk, hogy a konstruktorba foglaljuk le. Jó? Hát ezt itt látjuk is, hogy amikor csináljuk a myvectorunkat, ugye itt a konstruktor ez készíti el, úgymond pontosabban ez a függvény fut le, amikor készítjük a saját vektorunkat, akkor itt lefoglaljuk azt az erőforrást, amit használni szeretnénk, hát jelen esetben ez az erőforrás a memória. Jó? Tehát ezt szeretnénk használni. 80 byte memória, nem olyan sok, ezt szeretnénk használni. Jó, úgyhogy ezt is tesszük, ahogy látható, hogy a konstruktorba foglaljuk le az erőforrásokat. Na most igen, nem, de ezt valahol föl kell szabadítanunk, hiszen láttátok azt, hogy itt memória szivárgásunk van. Na de ugye hol? És ugye ez itt nyilván erre van egy külön úgymond ilyen eszköz, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy destruktorok. Ugye konstruktor van, akkor ugye értelemszerű, hogy talán a destruktor hogyan működik. Alapvetően az a feladata, hogy úgymond idézőjelben kitakarítsa azokat a dolgokat, amiket használunk, tehát felszabadítsa azokat az erőforrásokat, amiket lefoglaltunk. Elsősorban erre használjuk igazából. Na most fogunk erről még azért kicsit jobban beszélgetni. Igazából én itt most megírom nektek, mert viszonylag egyszerű a dolog. Igazából annyit kell tennünk, tehát ugyanúgy néz ki, mintha egy konstruktor lenne, csak egy ilyen hullámos vonalat elé kell írni. Jó? MyVector paramétere nincsen, és egész egyszerűen le kell írnunk azt, hogy mi történjen, amikor ennek a destruktornak úgymond le kell futnia. És egész egyszerűen csak itt azt mondjuk, hogy delete elem. Jó. Na most, oké, de mikor hívjuk meg ezt a destruktort, vagy hát hogyan működik ez a destruktor? Szerencsére nincs sok dolgunk, úgymond, hiszen akkor, amikor a vezérlés annak a scope-nak a végére ér, ahol az objektumot létrehoztuk, akkor ez a destruktor automatikusan lefut. Jó? De azért próbáljuk ki, biztos, ami biztos. Oké, és fordítsuk újra. Jó, és akkor futtassuk. Tökéletes. És itt rögtön látjuk azt, hogy nincsen memória használatunk kilépéskor, minden heap blokkot felszabadítottunk, nincs memória szivárgás. Jó? Úgyhogy ez a része rendben van a dolognak. Na most,
még egyszer, hogy mi történik. Ugye készítünk egy vektort 10 elemmel, ugye ez a 10, ez a egy paraméteres konstruktora, majd erről azért fogunk beszélni, hogy ez így azért nem az igazi, de ez majd még később lesz. Erről azért majd fogunk beszélni. Most egyelőre tényleg csak annyi történik, hogy itt átadunk egy sima integert, ami ugye megjelenik egyrészt ugye itt a size-ba. Nyilván beállítjuk a vektor aktuális méretét 10-re, illetve foglalunk memóriát S darab double-nek. Egyelőre csak double-ökre működik. Majd később nézzük meg, hogy hogyan működhet ez mindenféle típusra. Memóriát foglalunk a szabadtárba, és ugye mivel, hogy a new operátor egy mutatóval tér vissza, ezt a mutatót értékül adhatjuk az elem nevű pointerünknek. Jó. Tehát mi van eddig? Van nekünk egy elemszámunk, hogy éppen hány darab elemet tárolunk a vektorba, illetve van egy pointerünk, ami arra a memória területre mutat, ahol ezeket az elemeket majd tároljuk. A konstruktor egyébként meg annyit csinál, hogy biztos, ami biztos, kinullázza az összes elemet, tehát inicializálja úgymond ezeket az elemeket, ne ilyen random értékek legyenek ott. Jó. Na most, ugye itt használjuk a vektort, egyelőre még viszonylag haszontalan, hiszen az egyes elemeknek értéket nem tudunk beállítani, de majd oda is eljutunk. Viszont itt le tudjuk már kérdezni a méretét, ugye itt a V-nek a size tagfüggvényével, ami egyszerűen egy sima integert ad vissza, ugye ezzel a konstal jelezzük, hogy ez a függvény egy konstans függvény, tehát nem fogja megváltoztatni az objektumunk állapotát, értsd, ezeket az értékeket nem fogja megváltoztatni. Egész egyszerűen csak annyit csinál, hogy visszaadja az S-nek az értékét, ami ugye a vektornak a mérete. És akkor ezt itt kiírjuk. Oké, eddig rendben van. Na most, ugye látjuk azt, hogy itt a szabadtárban használunk memóriát, ugye? És hát nyilván ezt föl kell szabadítanunk, tehát hiába itt ez most egy osztály vagy ilyesmi, ettől még az a szabadtárban lévő memória ott van, és ott is marad, hogyha nem szabadítjuk mi föl explicit módon. Viszont nyilván erre egy, tehát ez kézzel most megmondani, hogy hol szabadítsuk fel, vagy esetleg írhatnánk egy tagfüggvényt, de akkor mi van, ha ezt elfelejtjük hívni. Úgyhogy igazából erre kiválóan működnek, kiválóan alkalmazhatóak, gyakorlatilag erre találták ki a destruktorokat, ami azt mondja meg, ami akkor fut le, amikor már az objektumot úgymond nem használjuk, nem használhatjuk, hát jelen esetben itt a vezérlés, amikor a scope-nak a végére ér. Jó? Tehát a scope-nak a végére érünk, itt ugye a main-nek a végére, és a automatikusan hívódni fog a V objektumnak a destruktora, ami egész egyszerűen csak annyit csinál, hogy ugye felszabadítja azt a memória területet, amire az elem pointer mutat. Hát nagyon röviden, hát vagy nem is olyan röviden, de tömören tulajdonképpen így működne a vektorunk jelen állapotában. Ugye amit itt nagyon fontos elmondani az az, hogy ugye így az erőforrás használat kapcsán, hogy a konstruktorba foglalunk memóriát, jó, tehát az erőforrásokat mindig a konstruktorba foglaljuk le, és a destruktorba szabadítjuk fel. Jó, és ez lehet bármi, lehet memória, fájlok, processzek, szálak, hát sok minden. Hát mondjuk processz az nem a legjobb, szálak, de erről még úgyse fogunk most tanulni, csak mondom, hogy bármilyen erőforrás így használjunk, így foglaljuk le, és így engedjük el. Ez így még egy meglehetősen haszontalan vektor, hiszen annyit csinál, hogy lefoglal valamennyi memóriát, de hát azt nem nagyon tudjuk használni. Úgyhogy fejlesszük ezt egy kicsit tovább, és csináljunk egy-egy kis tagfüggvényt arra, hogy le tudjunk kérdezni elemeket, meg be tudjunk állítani elemeket valamilyen értékre. És akkor itt igazából kezdjük mondjuk egy get függvénnyel, és ugye egy paraméterben meg adjuk át, hogy melyiket akarjuk lekérdezni, de mivel lekérdező függvény, ezért itt a constculse-hoz megint kell, hát nem kötelező, de erősen ajánlott,
Erről is fogunk majd beszélni, hogy ez miért fontos. És itt igazából csak annyit csinálunk, hogy visszaadjuk a n-edik elemnek az értékét. Jó? Hogyha emlékeztek, ugye itt ez annyit csinál, hogy az elem pointer által mutatott értékre az n-ediket fogja nekünk lekérdezni. Jó. Na most rögtön mondhatnátok, hogy hát ide miért nem rakunk egy kis hibakezelést, hát hogy néz ez így ki. Fogunk majd, de még most egyelőre legyen ennyi elég. Jó. Ez legyen az egyik. A másik pedig legyen egy függvény, amivel be tudunk állítani értéket. Tehát mondjuk ez legyen meglepő módon set. És mondjuk legyen olyan, hogy az n-edik elemet beállítjuk valamilyen értékre. Hát itt pedig annyi történjen, hogy az elem n az legyen egyenlő a value-val. Jó? Oké, és na, próbáljuk is ki, hogy mondjuk v.set, és nézzük meg mondjuk a második elemet, pontosabban a kettes számú elemet, ami ugye a harmadik lesz. Lesznek itt gondok, srácok, meg lesz itt mit csinálni. És mondjuk állítsuk be 2,2-re. Jó. És akkor itt, ha már ezt beállítottuk, akkor írjuk is ki, hogy a V2, hát írjuk így, és itt pedig kérdezzük le a get2-vel. Jó, nézzük meg. Reméljük működni fog. De ne az elsőt fordítsam, hanem a másodikat. Oké. Hát most nem wallgrindozok, mert elvileg az már rendben van. Aha. Jó. Rendben van. Hát úgy tűnik, hogy működik, hiszen beállítottuk a kettes számú elemet 2,2-re, és amikor lekérdezzük a kettes számú elemet, akkor kírja, hogy az 2,2. Jónak tűnik. Jó. Esetleg még megnézhetjük, hogy for ciklussal végig tudunk-e menni. Hát miért ne tudnánk? Hát, most olyan nagyon nem akarok itt gépészkedni. Simán csak kiírjuk a számokat, jó? Itt V i-edik elemét. De hibát ne hagyjuk benne, az fontos. Jó. Hát itt látjuk, hogy akkor kiírja mind a 10 elemet. Eddig úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. Picit gyakoroljuk ezeket a pointereket meg, hogy hogyan is működnek. Hogy csináljunk már egy függvényt. De hogy is legyen, így van. Hogy ami visszaad egy myVector pointert. Ami annyit csinál, hogy létrehoz egy myVector pointert, hát legyen simán myVec a neve, és tulajdonképpen egy ilyen vektort a heap-en fog létrehozni. Adjuk vissza, és itt pedig kapjuk el. Mármint, hogy ne értitek. Tehát itt pedig adjuk értékül egy vektornak, egy vektor pointernek pontosabban. Na és ilyenkor mi történik? Jó, hát írjuk ki a méretét.
Oké. Na nézzük meg, hogy mi történik ilyenkor. Ugye? Csak hogy picit tényleg gyakoroljuk itt a pointereket, meg hogy ezek hogyan is működnek. Jó. Rögtön kapjuk az egyik hibát. Ezt már is elmondom, hogy miért. Ugyanis ezzel a nyíl operátorral még nem találkoztunk, de mindjárt megbeszéljük. Jó, és hát 10. Oké, és Erzotya, hogy neked is ezt írja, az nagyon, annak nagyon örülök. Jó, mi történik? Hívjuk ezt a sum function-t. Alapvetően ez az első lépés itt a programunkban, ami történik. Ez a sum function meg annyit csinál, hogy ugye, ahogy látjuk, egy myvector pointer típussal tér vissza. Tehát egy olyan pointerre, ami egy myvectorra mutat. És itt létrehozunk a heap-en tárhelyet a myvectornak. Hát jó, rendben van, ez eddig szuper. És ezt a myvectort, ezt ugye, tehát egyrészt létrehozzuk, tehát foglalunk memóriát, majd a new operátor visszatér egy pointerrel. De hát milyen pointerrel? Hát egy myvector pointerrel. Jó? Tehát egy olyan típusú pointerrel, ami egy ilyen myvector típusú objektumra mutat. Jó. Hát azt itt eltároljuk, igazából lehetne simán a return után is ez a kifejezés, de mindegy igazából. Visszaadjuk ezt a pointert, ami itt ugye meg fog jelenni, és értékül adjuk ennek a my-nak. Jó? Tehát ennek a my nevű pointernek. Hát ezzel semmi gond nincs, ez teljesen rendben van. Ezt csináltuk szerintem szombaton is az előző adásban, hogy ilyen pointereket adtunk vissza. Ez így rendben van. Na most, ugye látjuk, hogy ez a my ez egy pointer, tehát igazából ez nem egy objektum, ez nagyon fontos, hanem egy pointer. Na most, hogyha pointerünk van, akkor pointernek a tagjait azt így a nyíl operátorral tudjuk elérni. Például a size tagot a nyíl operátorral tudjuk hívni. Jó? Ha objektum lenne, akkor pont működne. Jó? De az a szerencsénk, hogy a fordító erre rögtön írja is a hibát, és rögtön írja is a megoldást. Jó? Itt kiírja, hogy talán úgy gondolod, hogy enyilat kéne használni? Tehát súg nekünk. Jó? Úgyhogy ezt erre figyeljünk is, ezt használjuk ehelyett. Jó, tehát hogyha pointerünk van, akkor a nyíl operátort használjuk, ha tagokat akarjuk hívni. Jó. Na most mi itt a probléma? Nézzük már meg itt a memória használatot, hogy mi történik. Közben csak ha már memória használt, itt az OBS-t egyébként parancsorból szoktam futtatni. És pont itt kijött nekem egy ilyen hiba üzenetet, hogy memory leak. Jó, hát oké. Na mindegy, a lényeg, hogy nézzük már meg a memória használatát. Jó, most működik. Na. Hát itt akkor most van egy kis misztikus valami itt a dologba, ugyanis hát most teljesen minden össze van kavarodva, ugye? Egyrészt van egy olyan problémánk, hogy indirectly lost 80 byte. Na most ez a 80 byte, ez ugye a 10 elemű double vektornál aránylag még jó is, mert az 80 byte. Jó, de hát mi az a 16 byte? Ugye, ami azt mondja, hogy határozottan elveszett. Jó, tehát mi az a 16 byte? Hát, jó kérdés. Most mondhatnánk azt, hogy itt van ez az elem pointer, az tuti 8 byte, de hát a size az csak 4 byte. Hát itt ilyen misztikus dolgok történnek. Ugye ami itt a lényeges, hogy látjuk azt, hogy hiába ért el a vezérlés végéhez. Ugye itt a scope végére hiába ért a vezérlés. Ezt a objektumot, amire ez a my pointer mutat, ezt nem szabadította föl, tehát nem hívódott a destruktor. Jó? Ugye nagyon fontos, hogy ugye ez itt most egy pointer, tehát pontosan ez lenne a pointer lényeget. Most gondoljatok bele, hogy itt van nekünk ez a pointerünk, ugye ide érünk a scope végére, most a scope végére érünk, és hívódna a myvector destruktora, akkor itt már nem tudnánk elérni, tehát itt már nem tudnánk használni.
Ezért nyilván ennek a scope-nak a végén se fog hívódni a mine-nak a destruktora. Jó. Hát ezt nekünk ilyenkor már explicit módon kell használnunk. Szerencsére elég annyit tennünk, hogy annyit mondunk neki, hogy delete q, bocsánat, q, delete my, jó, tehát hogy szabadítsa föl azt a memória területet, ahol a my van, és ha minden jól megy, akkor ez a felszabadítás majd implicit módon hívni fogja a my vektornak a destruktorát is. De nézzük meg, én remélem, hogy így van. Tökéletes, tökéletes. Jó, tehát mi történik? Ugye látjuk azt, hogy egy pointerünk van. Ugye a pointernek pont az a lényege, főleg, hogyha FreeStore-ba foglalunk memóriát, vagy hát a FreeStore-ba van, amire mutat, hogy élje túl, úgymond az az objektum, ami a FreeStore-ba van, a hatókört. Jó? Tehát, hogy ne csak ebbe a függvénybe, meg ne csak ebbe a függvénybe tudjuk használni, hanem máshol is. Máshol is el tudjuk érni. Jó? És nyilván, hogyha ilyenünk van, akkor itt a scope-nak a végén nem fog felszabadulni a memória, tehát nem fogja felszabadítani a memóriát, mert használni akarjuk, tehát pont ez a lényeg. Viszont nyilván így akkor memóriaszivárgásunk lesz, ugye, hogyha nem szabadítjuk föl, azt mondjuk, hogy delete my, ugye, mert ebben az esetben a my ez egy my vektor objektum, felszabadítjuk, és azzal, hogy felszabadítjuk azt a memória területet, ahol ez a vektorunk van, az implicit módon fogja hívni a vektornak is a destruktorát, hiszen a vektor is használ szabadtárbeli memóriát. Jó? Tehát nagyon fontos, van valahol ez a vektorunk a memóriába, meg van valahol ez a tömbünk a memóriába. Jó? A kettő az két különböző dolog, mármint így memória cím szempontjából. Így van. Tehát két különböző dolog. Jó? Tehát egyrészt föl kell szabadítanunk ezt, ugye ezzel a delete my-jal, ez pedig majd hívni fogja a myVectorosztály konstruktorát, ami pedig ezt a memóriaterületet fogja felszabadítani. Úgyhogy én akkor tényleg ennyit gondoltam, köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.